Balatonfüred város koncertfúvó zenekarának térzenéjével kezdődött az ünnepi megemlékezés Széchenyi István szobránál, ahol nagyon sokan gyűltek össze, hogy közösen idézzék fel az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeit. A közönség soraiban például ott voltak a Balatonwind borlovagrend tagjai épp úgy, mint a reformkori hagyományőrzők. A jelenlévők előtt ezúttal dr. Bóka István polgármester mondott ünnepi beszédet, aki egyrészt felidézte a szabadságharc történéseit, majd arról szólt, hogy mi a feladat a korunk magyarságának, ezen belül a balatonfüredieknek. Ne feledjük, hogy a márciusi ifjaknak, nemzetőröknek, a honvédeknek és a mártír vértanúknak köszönhetjük, hogy itt és most magyar nemzetként élhetünk. Nekünk, magyaroknak van mire emlékeznünk és emlékeztetnünk. Ahhoz, hogy a mai kaotikus, háborúval fenyegető világunkban megmaradjunk, komolyan kell vennünk magyarságunkat, nemzeti szuverenitásunkat, hiszen egész történelmünk arról szól, hogy mindig a létezés kovászai voltunk a múltban, s lehetünk a jelenben. Nekünk emlékezni és emlékeztetni kell. Az elődeinktől kapott tudást át kell adnunk gyermekeinknek, meg kell erősítenünk a helyi közösség kötődéseit saját, helyi múltjához. Mert tudják-e a fürediek, hogy Orzovenszky Károly nem csak honvédorvos volt, de Görgei hadtestében szolgált. Tudják-e, hogy Lonkai Antal hadnagy, Percel segédtisztje az Arácsi temetőben nyugszik. És emlékezünk-e a füredi születésű prágai Jánosra, Klapka tisztjére, aki később a kubai felkelés tábornokaként halt meg. Láttuk-e a gyönyörűen felújított Papsokai temetőpark 48-as honvéd sírait, akik közül lehet, hogy többen Nosztopi szabadcsapatában harcoltak, megfutamítva Jelasics seregét. Mi a feladatunk itt, Balatonfüreden, Jókai, Széchenyi és Deák városában? Méltó módon emlékezni a dicsőséges forradalomra és szabadságharcra, az ünnepből senkit sem kirekesztve. Közösen kell építeni a várost és erősíteni a lelkeket. Őrizni és védeni kell természetes közösségeinket, családjainkat, baráti társaságainkat, de az egyházakat, a civil szervezeteket, nemzetünket ugyanúgy, amelyek megmaradásunk keretei. Így lesz, mert így kell lennie, mert érdemes itt élni, érdemes itt dolgozni, és érdemes itt családot alapítani. Talpra magyar, híja haza! Itt az idő, most vagy soha! Petőfi verseket szólaltattak meg a Kaposvári Ripőrónai Művészeti Intézet színész szakos hallgatói, akik az ünnepi műsort adták pénteken délelőtt. Sors, nyisd nekem tért! Hadd tehessek az emberiségért valamit! Ne hamvadjon ki haszon nélküle nemes láng, amely úgy hevít. Láng van a szívemben. Égből eredt láng. Fölforraló minden csepp vért, minden szívütésem egy imádság a világ boldogságáért. Fújnak, riadót verik a részdobot. Sok tiszt kiáltja. Előre, magyarok! Szólnak az ágyú! Ropognak a puskák! Szomorú notát fújnak a regruták! Az ünnepség hagyományosan a Széchenyi szobor megkoszorúzásával ért véget. A város vezetőin kívül civil szervezetek, pártok és intézményvezetők tisztelegtek a legnagyobb magyar előtt.